Bestbyte.hu, a digitális jó barát. A Csodaverda támogatója, a 21 éves Suzuki Barta, a garancia. Következzék a Csodaverda rovatunk. Csodaverda rovatunk sűrű vendége az OPC Astra és az ő 280 lova. Most tankolunk, mert benzin szempontjából rosszul állunk, aztán kezdődhet a buli. Nem akarok én botrányosan gazdag lenni, csak néha az óra helyett nyugodtan a semmibe bámulni. Ha nem nyomjuk neki, olyan 11 liter. Valamit valamiért. Egy varázsütésre itt termett mellettem Nóri. Ez ma a te Csodaverda napod, örülsz? Nagyon. Tetszik a kocsi? 6 másodperc alatt van 100-on. Kipróbáljuk? Oké. Nem félsz? Nem. Hogy? Én igen. Bemutatom neked Bettát és Csabát. Szia. Vannak náluk ajándékok. Tessék, ezt neked hoztam. Köszönöm. Ezt pedig neked. Köszönöm. Ezt pedig Pista bátyától kapod. Köszönöm. Csaba, milyen biztonságtechnikai szoszszerettel fogsz ma bennünket elkápráztatni? Itt vagyunk a hármas pályán, azaz a körpályán. Erre mondják a vendégeink, hogy a legélegszerűbb pálya, hiszen egy alulkormányzat viselkedésre fogjuk buzdítani az autót a testegérzetettel. Ezt a legegyszerűbb kezelni, hiszen egyszerűen elvesztük a gázt az autótól, és ugyanazzal a kormányszöveggel várunk egy vagy két másodpercet, és abban a pillanatban, amikor visszajön a tapadás, már irányítottan tudsz kimenni. Indulhatunk? Főnök asszony. Igen! Ez a világ legjobb uta lesz! Szeretsz autózni? Imádok. Kocsizni tök jó. El lehet menni vele sehova. Sehova? Mindenhova, nem? Mindenhova. She wants to rock some more. Ooh, that ringing on my bell. És mi lesz, ha nagy leszel? Osztályfőnök. Hogy érezted magad, Nóri? Nagyon tetszett nekem, ez volt a világ legjobb útja. Itt a tanpályán. Ez a kör? Igen. Valamit jól csináltam, ennyi. Kívülről nem úgy nézett ki. Mi az? Zöld, rendszerint szakállas és hangos. Vadászkórus. Ennyi volt már a Nóri Csodaverda napja. A Csodaverdát támogatta a 21 éves Suzuki Barta, a garancia. A harmadik rész előtt nem az első rész volt, de ez most már lényegtelen, mert most lett vége a második résznek, következik a harmadik rész, tehát ne menjenek messzire.